Köszöntöm a kedves nézőket Kistormástól, Érpatakig, Chatsworth-től Budapestig. Forra világ, bús tengere, ó magyar, írta Berzsenyi Dániel több mint két évszázada. Ádáz Erinnis lelke uralkodik, s a föld lakóit vérbe mártott tőre dühös viadalra készteti. Fegyvert kiáltanak Baktra vidékei, a Dardanellák bércei dörgenek, a népek érckorláti dőlnek, s az abolák s kötelek szakadnak. Proféta lelkével Berzsenyi érezte, hogy új világrend közeleg, s ez az új világrend a földrész két szélének összefogásából születik. Napóleon Franciaországának megveretésével az angol-szász-orosz szentszövetség, az akkori Európai Unió és NATO irányította földrészünket. Egészen amíg az 1850-es években a krími háborúban szét nem hullott ez a szövetség, mert az angolokat, franciákat uraló globális pénzügyi háttérhatalom az oroszok ellen fordította a nyugatot. Utána még két világháború erejéig Oroszország kiszolgálta a globális háttérhatalmat. Ám most az orosz-euróatlanti, orosz-euróantanti Európának vége. A trianoni, a jaltai, párizsi szabadrablás éppen a Krímben ütközik meg ismét a népek szabadságvágyával. A születő Eurázsiai Szövetség a világ fölemelkedő, szaporodó hatalmainak gyülekezete, amelyhez mind többen csatlakoznak a nyugatban csalatkozott néptömegekből. Oroszország, Kína, India s a többiek elindultak a hosszú, áldozatos, veszedelmes úton. Jellemző, hogy már Izraelből is bejelentkeztek az Eurázsiai Vámszövetségbe. Kár, hogy mi magyarok, akik sosem voltunk euróatlantiak, és akiket éppen az euróantant tett tönkre, darabolt fel, fosztott meg kincseinktől, vagyonunktól, éppen most vagyunk az Unió és a NATO szolgái csicskásai. A minket Trianonban, Párizsban kirablókkal egy bandában. Megint a rossz a vesztes oldalon. Amióta 1100 esztendeje letértünk őseink útjáról, és hátat fordítottunk a magyarok istenének. Mi, a nyugat kárvallottai, akkor süllyedünk el e halálra, eleve kihalásra ítélt és kihaló nyugati renddel együtt, a fasizálódó Európai Unióval, a náci Németországot idéző Amerikai Egyesült Államokkal és Kanadával, szóval mi magyarok akkor veszítünk velük utolsó csatlósként, amikor már Izrael is keleten keresi a helyét az orosz-kínai-indiai-eurázsiai szövetségben. Egy új világban keletkezőben, kedves nézőim, és ahogy keleten kell a nap, nyugaton nyugszik, a föld keletkezése óta. Valljuk be, kedves igaz magyar hazafiak, a trianoni demarkációs vonalakon innen és túl, otthoni s itthoni euróantanti megszállásban, irigyelhetjük az oroszokat, mert ők helyettünk is cselekedtek. Az oroszok azt teszik, amit mi magyarok tennők, ha mernők, ha tudnók, ha engednék nekünk. Az oroszok példát mutatnak nemzeti akaratból, elszántságból, összefogásból, nemzeti egységből, eltökéltségből. A megvetett, lenézett oroszok nem várták ölbetett karokkal, tátott szájjal a sült kappant Brüsszeltől, Hágától, Rómától, Strasbourgtól, Washingtontól, New Yorktól, és nem vártak kegyet Kijevtől sem. Az oroszok nem autonómia konferenciáztak, nem tusnát fürdőztek, nem önagyon üléseztek, nem kértek, nem követeltek, hanem egyszerűen éltek a nemzetek önrendelkezési jogával, és vállalják a kockázatokat is. Az oroszok nem búsongtak, nem fogadkoztak, nem esküdöztek nemzeti ünnepeiken, és nem várták meg, hogy kihaljanak, beolvadjanak jelentéktelen kisebbséggé, rezervátumba zárt, turistáknak pénzért mutogatható őslakossággá fogjanak. Az oroszok cselekedtek, bizony. Ősi keleti keresztény igaz hitük alapján. És mi, magyarok itthon, otthon, Székelyföldön, Erdélyben, a Párciumban, a Délvidéken, a Felvidéken, Kárpátalján, talán most először fölnézhetünk bizony az oroszokra. Irigylem az oroszságot, melynek urai ugyan nekünk annyi bajt okoztak az elmúlt több mint másfél évszázad alatt, de most megmutatták, hogyan viselkedik egy nagy nemzet, ha le akarja rázni a globális pénzügyi háttérhatalom igáját. Ez valóban forradalom.
Az oroszok kizökkentették az időt és felborították az európai történelemnek a szervezett magánhatalom által kijelölt menetét. És hogy az oroszok nem állnak meg, arra mérget vehetünk. Az 56-os magyar forradalmat és szabadságharcot eltipró ukrán Hruscsov jóvoltából Ukrajna által megszállt oroszok lakta részek is Oroszországhoz csatlakoznak majd egy nap, beleértve Odesszát és a Fekete-tenger mellékét. Ez biztos. Csak hogy Putyin okosan, szép lassan nyomja le a békéért a békát a nyugati torkokon. Brüsszel pedig békaugrásban szögdel Putyin előtt, mert orosz gáz nélkül még évekig nem tud meglenni. És az alternatívából is az uniónak egyik lehetséges szállító rosszabb, mint a másik, mert mindkettő sebezhető, és mindkettő zsarol majd ilyen-olyan okokból, az USA és Irán. Az Európai Unió következetességére, elvszerűségére más is jellemző, mint hogy Brüsszel most a perzsa hátságot látogatja gázügyekben. Az Unió kitilt néhány oroszt az európai látogatásokból. Mostantól nem utazhat be az Unió területére Kalasnyikov bácsi, a Kreml éjjeliőre, és Katyusa néni, a Kreml takarítónője. A bűnük Brüsszel szerint, hogy egyszer már majdnem látták Putyint. Putyin viszont szabadon utazhat nyugatra, és ha így mennek tovább a dolgok, hát a brüsszeli és a washingtoni orosz kisebbség is kikiáltja elszakadását és egyesülését Moszkva anyácskával. Sztalin orgonák hangjátékára, kísér Katyusa és Kalasnyikov. Szóval végre van mit tanulnunk az oroszoktól, nemzeti kiállást, nemzeti egységet. Lehet persze itt nálunk fölemlegetni a múltat. Érdekes, hogy épp a szocialista, liberális hazárulók, baloldali kommunista Muszka vezetők az orosz ellenesek most. Hát persze, mert Oroszország több mint egy évszázada először nem a globális pénzügyi háttérhatalom, a Wall Street és a City utasításait hajtja végre. Ám arra is gondolnunk kell, hogy mi magyarok a törökökkel is szövetséget kötöttünk Mohács után. Tököli és Kurucai a törökökkel együtt ostromolták Bécset. Tököli és Zrínyi Ilona a törököknél lelt végső menedéket, ahogyan II. Rákóczi Ferenc és oly sok Kuruc is. Nem tudhatjuk, milyen titkokat adott ki Snowden az oroszoknak, amelyek fölbátorították Moszkvát a cselekvésre Ukrajnában. Nem tudhatjuk, kinek az ötlete alapján milyen magyarországi szoci illetőségű bankszámlaszámokat szereztek meg az orosz ügynökök, például ausztriai bankokban, és még milyen adatokkal rendelkeznek. Szerencsére a szocik és a liberók orosz gyűlölete, Moszkva ellenessége leveszi a nemzeti, a jobboldal válláról a sok évtizedes ideológiai terhet. Mert korábban az oroszok mindig a magyarországi hazárulókat, a szocialistákat, a kommunistákat, a liberálisokat, a baloldaliakat támogatták. Azokat, akiket ők szabadítottak fel, és ők, az oroszok ültettek a magyarság nyakába. Ma viszont már a magyarországi proletára nagy tőkés extra profitjáért épít barikádot, a szocialista az amerikai imperializmust és az ukrán nácikat támogatja, a kijevi fasisztákat élteti, a baloldali az orosz felszabadítókat gyalázza, a kommunista pedig kizsákmányoláspárti. Nemzetközi bukás mozgalom. A világ proletáriai által a társadalmi emésztőgödörbe kormányozva. Az Európai Unió hetvenkedésére, a NATO hőzöngésére Oroszország nagy évben tesz. Az oroszok bejelentésére, hogy nyugat-európai és amerikai célpontokat támadnak majd, ha nem hagynak nekik békét, Washingtonban kijelentették. Ebben az esetben az amerikaiak Karlovy Várit bombázzák. Ez persze vicc, mert hogy a cseh Karlovy Vary, az egykori híres fürdőváros Carlsbad jobbára orosz kézen van ma. És nem csak Carlsbad. Ha Ukrajna az unió tagállama lesz, két megoldás marad. A Krím-félszigeten kívüli, Donvidéki, Fekete-tenger melléki és keleti oroszság is elszakad Ukrajnától. A polgárháború, a balkánosodás már is tart. Vagy pedig Oroszország is belép az Európai Unióba. Az utóbbi nem valószínű, hiszen Moszkva az Eurázsiai Vámuniót szervezi, és Eurázsiai Szövetségben gondolkodik.
valamint Oroszország, Kína, India, Brazília, Dél-Afrika és a hozzájuk csatlakozó elégedetlenek összefogásában. Hogy a mostani angolszász amerikai globális háttérhatalmi világrendet, az atlanti uralmat egy jobb, rendesebb és vaskézzel tartható, irányítható új világrenddel váltsa föl. Nem olyan vicces ez. Kínában ma már többen élnek jobban az Európai Uniós átlagnál, mint a szegényedő és mind szegényebb államokat gleichschaltoló Európai Unióban. Oroszország kizárásával az Unió, Görögország, Magyarország, Ciprus és a többi állam idegenforgalma szakosodhat a garasnak az fogverésére. Tetszik vagy nem, el kell fogadnunk, hogy az orosz új gazdag, van belőle pár millió, nagyon gazdag. Oroszország a szélsőségek és a természeti kincsek országa. Két orosz új gazdag kérkedik egymásnak valahol nyugaton. Te, én ezt a nyakkendőt ebben az üzletben itt $500 vettem. Büszkélkedik az egyik. Mire a másik? Te lökött? A mellette lévőben 600 is megvehetted volna. Ahol pénz van, hadsereg, nemzeti elkötelezettség és hazafias büszkeség, kipótolva az Európát behálózó gázcsövekkel, nos, ott elszántak az emberek. Oroszország alig ha lesz az Unió tagállama, mert rögtön fenekestül fölfordítaná. Lehet, hogy jó irányba, de erre az Uniót a háttérből pórázon tartó globális pénzügyi uralomnak nincs szüksége. Marad az első változat. Ukrajna oroszok lakta vidékei a Krím példáján csatlakoznak anyaországukhoz. Harkovtól Kijevig, Donyecktől Odesszáig, Krivoj Rogtól Dnyepropetrovszkig. Ezzel Oroszország visszaszerzi a Fekete-tenger partot és összes kikötőjét, valamint a Doni bánya és iparvidéket és a hatalmas gabonamezőket. No nem azonnal, mert nincs hova sietnie Putyinnak. Az idő neki dolgozik. A valuta alap és a bankok hiteleinek következményei úgyis csalódottá teszik az ukrajnai lakosságot. Moszkvában így számolnak. És előbb-utóbb a majdani változtatókká válnak az ukrán történelemben, ahogyan idővel a narancs is elrohadt. Az oroszokat nem lehet nácizni, fasisztázni. Elvégre felszabadították Auschwitzot és a többi lengyelországi, csehországi, németországi koncentrációs lágert. És az oroszok felszabadították az USA, Nagy-Britannia, Svájc és Svédország által a nemzeti szocialista Németországnak odadobott zsidókat. A valuta alap most az ukrán nemzeti szocializmusnak nyújt hitelt, csak mert a kijevi ukrán soviniszta vezetés orosz ellenes és a globális háttérhatalmat szolgálja. Az Unió, a NATO, az USA, Kanada és a valuta alap akaratlanul világfelszabadítóvá magasztalta az ex-KGB-s és éppen ezért sokakról sokat tudó Putyint. Éppen most a krími események idején ünneplik az oroszok a krím német és román fasisztáktól való felszabadításának 70. évfordulóját. Tették ezt az oroszok abban a korban, amidőn az amerikaiak korlátozták a zsidó menekültek bevándorlását, a svájciak és a svédek visszafordították a biztos halálba a németek elől menekülő zsidókat, sőt, a nácik Svájcban őrizhették pénzüket, az ellopott vagyonokat, a fasiszták Svájcban tárgyaltak a titkos amerikai küldöttekkel és az őket pénzelő Wall Street és City megbízottaival. Németország pedig Svédországtól kapott kiváló minőségű svéd acélt, és Svédországon át hozta be a norvég szenet. A britek pedig elsüllyesztettek egy zsidó menekülteket szállító hajót, amely Palesztina brit gyarmatra tartott, miközben az egyébként mindent halálpontosan lebombázó angol-amerikai légierő véletlenül sem bántotta az Auschwitzba vezető vasútvonalakat. Nos, abban az időben az oroszok mentették a zsidókat, és fel is szabadították őket. Talán ezért is olyan nagy az érdeklődés az orosz ajkú, kazár, keleti, askenázi zsidók által nagy számban lakott Izraelben az orosz-eurázsiai vámszövetség iránt. Még egyszer nem akarnak a zsidók európai koncentrációs táborokba kerülni. Ezúttal a fasizálódó Unió és a nácionista USA miatt.
1991-ben, amidőn a szabadkőműves Gorbacsov és a részeges Jelcin szétverte a Szovjetuniót, a globális háttérhatalom kapzsisága olyan méreteket öltött, hogy nem gondolt bele. A Szovjetunió három keleti szláv népét, az oroszt, az ukránt és a fehér oroszt történelmi, nyelvi, vallási, kulturális, gazdasági, geopolitikai, területi közössége folytán egy államban kellene megtartani. Hiszen e népek egy nemzetbe forva összetartoztak már jó másfél évezrede. Kötelékeik olyan erősek, mint a magyarság kötelékei a Kárpát-medencében. De nem, a háttérhatalom falánksága és e keleti szláv testvérnépek közönye rabszolga ösztöne miatt sikerült éket verni a három keleti szláv köztársaság közé is. Oroszországot az USA rabul ejtette anyagiakkal. A dollár vált a valódi fizetőeszközzé Oroszországban a 90-es években. És ha az oroszok engedetlennek bizonyultak, kívülről a pénzhatalom moszkvai hazárulók közreműködésével rögtön tönkrevágta a rubelt, és oroszok 10 millióit nyomorította meg, nem is egyszer. Nos hát az oroszok most megelégelték a megaláztatásokat. Ők, akiknek a zsidók az életüket köszönhetik. Ők, akik a háttérhatalom által pénzelt nácik ellen annyit áldoztak, és felszabadították Lengyelországban Auschwitzot, Németországban Buchenwaldot, Csehországban Treblinkát és a többi lágert, és a gettókat. Ők, az oroszok, akiket a 90-es években megfosztottak hazájuktól, akiket földaraboltak, szétszabdaltak, kiszorítottak őseik földjéről, most megállt parancsoltak. Innentől vége a globális háttérhatalom uralmának, és Oroszország nem áll meg. Ma a Krím, holnap a Don, holnap után a Dnyeper, s aztán a Dnyeszter, a Kaukázus és a többi. És az oroszoknak van ehhez atom és rakéta fegyverzetük, rettenetes haderejük, s mögöttük Kína, India és egy sor állam, amely gyűlöli a mostani aljas világrendet. És egy sor nemzet, amely nekik drukkol, mert szabadulni akar rabszolgaságából. Az oroszok a Kárpátokhoz közelednek, mint éppen 7 évtizeddel ezelőtt. És mi megint, mint 70 éve, a másik, ha rossz, a vesztésre álló oldalon csatlóskodunk a végsőkig. A kárpátaljai magyarok félnek, mert nem érzik maguk mögött az erős anyaországot, az elszánt magyarságot, az összetartó nemzetet. És a kárpátaljai magyarok azt látják, hogy a budapesti kormány minden keleti nyitási politikájától visszatáncolva az unióval együtt a vereszkei és más magyar emlékhelyeket meggyalázó ukrán fasisztákat, az első törvényükkel a magyar nyelv használatát tiltó ukrán nácikat, a kisebbségeket üldöző ukrán szélsőségeseket támogatja. Akarva, akaratlanul, kényszerből vagy taktikai megfontolásból mindegy. A következmény ugyanaz. Keleti nyitás helyett keleti zárás. Keleti kapura lakat. És közben nem csak az orosz piacot veszítjük el, de az ukrán ipari, mezőgazdasági, élelmiszeripari áruk szabad beáramlásával az Unióba, az ukrán polgárok szabad átköltözésével és munkavállalásával a magyar kivitelt, a munkaerő árát is leszorítják. A közel másfél száz milliós orosz piac elveszítésével pedig a magyar vagy magyarországi német és más vállalatok kínlódhatnak, leépíthetnek. Az uniós hőbörgés árát mi isszuk meg, és már nem először. Tartjuk a hátunkat megint olyanokért, akik mindig hátba szúrtak bennünket az elmúlt évszázadok folyamán. Mindennapi trianonjaink. Szegény kárpátaljai magyarok moccani sem mernek, mert két tűz közé kerültek. Pontosabban az Ukrajnából beszivárgó ukrán nácik, kijevi fasiszták és a közönös magyar anyaország közé. A kijevi rezsim uniós bátorításra és segítséggel mozgósítja az ukrán sovinisztákat Kárpátalján is. Az ukrán fiatalokat behívják katonai kiképzésre, pótképzésre, fegyvert nyomnak a kezükbe, mely fegyvert nem az oroszokra fordítják, mert az oroszok még messze vannak Kárpátaljától, hanem a helyi magyarságra és az engedetlen kárpátaljai ruszinságra, orosz kisebbségre. Noha együttvéve a kárpátaljai magyarok, ruszinok, oroszok népszavazáson leszavazhatnák az ukránokat, és referendummal kiválhatnának Ukrajnából, ahogyan a Krím félsziget.
megelőzendő, a balkáni széthullás poklára emlékeztető esetleges végkifejletet. Csak hát még a kárpáti magyarság sem egységes, nemhogy a ruszinság. És a kárpátaljaiak nem érzik maguk mögött a magyar anyaországot, a magyarságot. A határmenti magyar többségű kárpátaljai vidékeken sem. Ahol majdhogy nem az egyetlen kapocs évtizedek óta az anyaországgal, a cigaretta és az üzemanyag csempészet, az emberkereskedelem. Ma Magyarország EU csatlós, NATO csicskás, vagyis az ukrán fasiszták, a kijevi nácik szélsőségesek önkéntes vagy önkéntelen támogatója. Nem a kárpátaljai magyaroké, nem Kárpátalja függetlenségének pártolója. Noha Kárpátaljának nem feltétlenül kellene Magyarországhoz csatlakoznia, ha népszavazáson kimondja önrendelkezését. Önálló ruszin, magyar, orosz, ukrán államként is megélhetne. Békében. Mentve a várható ukrajnai felfordulásoktól. Az újabb orosz vidékek elpártolása esetén. És ha majd a tömegek csalódnak a majdaniakban, a nyugatban, ahogyan mi is csalódtunk. Csak hát az itthoni magyarság levertsége, adós rabszolgasága, közönye, anyagiassága már ott tart, hogy szégyen szemre mind kevesebben mennek ki a székely autonómiáért tüntetni. Pedig néma gyermeknek anyja sem érti szavát, nemhogy a mostohája. Az első világháború jóval a hivatalosan jegyzett kitörés előtt megkezdődött, a balkáni háborúkkal. A kisebb balkáni államokat nagyhatalmi, birodalmi érdekek ugrasztották egymásra. Meg lehet nem idén, az első világháború hivatalos kitörésének 100. évfordulóján kezdődik a harmadik világháború. De ki merné bizton állítani, hogy nem lesz világháború, amelybe elviszik majd a magyar ifjakat 18 évtől idegen érdekekért meghalni, mások hasznáért vérezni, a 21. századi donkanyarokba és doberdói fensíkokra, kompországként sodródva a keleti és a nyugati part között. A műsor elején Berzsenyi Dánielt idéztem, akit a liberálisok a 8 éves szocialista liberális balsors idején még a magyar költők sorából is száműztek, hogy a nagyszerű magyar irodalom helyét liberális irodalom foglalja el. Berzsenyi a Magyarokhoz című költeményében így ír. Romlásnak indult hajdan erős magyar. Nem látod Árpád vére miként fajul? Nem látod a bosszús egeknek ostorait nyomorult hazádon? 8 századoknak vérzivatarja közt rongált Budának tornyai állanak, ám bár ezerszer vaktüzetben véreidet magadat tiportad. Elszórja hiddel mostani vesznitért erkölcsöd. Undok viperafajzatok dúlják fel e várt, mely sok áldázostromokat mosolyogva nézett. Nem ronthatott le téged egykoron a vad tatárkán Xerxészi tábora, s világot ostromló töröknek napkeletet leverő hatalma. Most lassú méreg, lassú halál emészt. Nézd, a kevély tölgy, melyet az északi szélvész le nem dönt, benne termő férgek erős gyökereit megőrlik, s egy gyenge széltől földre terítetik. Így minden ország támasza, talpköve, a tiszta erkölcs, mely ha megvész, Róma ledül, s rabigába görbed. Mi a magyar most? Rút szibarita váz. Letépte fényes nemzeti bélyegét, s hazája feldult vétfalából rak palotát heverő helyének. Elődeinknek bajnoki köntösét, s nyelvét megunván, rút idegent cserélt. A nemzet őr lelkét tapodja, gyermeki báb puha szíve tárgya. Írta jó két évszázada Berzsenyi Dániel. Ma sem írhatná másképpen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket Zsámbéktól Pilis Csabáig, Szentendrétől Szombathelyig. Várom Önöket magyar idő szerint hétfőn este 9:30-kor itt az Echo Televízió világpanorámájában. Ukrán fegyver és arany ügyletekről lesz szó. Viszontlátásra!